Számomra nagyon megtiszteltetés, hogy lakközség kapta ezt az adományt, ugyanis egy nagyon hátrányos helyzetű térségben, nagyon hátrányos helyzetű kis községben élünk, vagyunk itt. A kormánynak alapvető és nagyon fontos célja az, hogy segítsen azokon a családokon, akik nehezen tudják előteremteni a rezsiköltségnek a fedezetét, az energia számlákat nehezen tudják kifizetni. Azt hiszem mindannyian elfogadjuk azt, hogy a gondoskodás nem csak az állam feladata, hanem mindannyiunk feladata. És ennek egy jó példáját láthatjuk ma, amikor összefog az önkormányzat és egy gazdasági társaság, a Mátrai Erőmű, és egy településnek átad térítésmentesen lignitet, tüzelőt, ami vélhetően 80-100 család gondjait fogja megoldani majd lak településen. Én azt gondolom, a Mátrai Erőmű példát mutat abban, hogy a társadalmi felelősségvállalás mit jelent, nem csak az állam részéről, nem csak az önkormányzat részéről, hanem egy gazdasági társaság részéről. A Mátrai Erőmű igazgatósága már évekkel ezelőtt felismerte, hogy a környéken található önkormányzatok bizony a tél folyamán az ott lakó embereknek a segítségét igénylik. Engedje meg, polgármester úr, hogy az adományt jelképesen átadjam önöknek. 1300 mázsak lignitről szól. Ez egy picit több, ahogy a kollégáim mondták, de természetesen nem kevesebbet, hanem inkább többet hozunk. Parancsoljon. Szeretném hangsúlyozni, hogy a sok negatív híresztelés ellenére a kormányzat igenis tesz azért, hogy odafigyeljen azokra az emberekre, akik segítségre szorulnak. Ennek a bizonyítéka a szociális tűzifa program, ennek a bizonyítéka a téli közmunka program, amely itt különösen ebben a térségben, Edelény közeli településeken nagy segítséget jelent az embereknek, hogy télen is érezzék azt, hogy szükség van rájuk, érezzék azt, hogy vagy tanulnak, vagy pedig valamilyen munkát végeznek, és így fognak az elvégzett munka után kapni fizetést, keresetet, amellyel valamilyen szinten könnyebbé tudják tenni családjaiknak, gyermekeiknek az életét. Én azt kívánom itt mindenkinek, hogy ez a példa, ez legyen ilyen előremutató példaként mindannyiunknak, embereknek, és még egyszer hangsúlyozom, különösen így karácsony közelettével, hogy oda kell figyelni egymásra, és hogyha ezt tesszük, akkor a mindennapi életünkben, akkor azt fogjuk látni és tapasztalni, hogy egyre több ember fog körülöttünk körülni, és azt fogjuk érezni, hogy nem csak kapni jó az embernek, hanem az is örömet jelent, amikor tud segíteni és tud adni.